Szép időben indult a program péntek délelőtt a belvárosban, középkori játékokkal, kézműves foglalkozással, de koncerttel és bábműsorral is készülnek a szervezők. Az év legnagyobb hagyományőrző programja idén is színes forgattaggá változtatja a várost. Következő három napban megtekinthető a Zicsi Ligetben a táborunk. Ez egy 9. századi viking tábor, és azért vagyunk itt, mert ugye annó a magyar királyok seregében, illetve a magyar királyoknak is voltak ugye viking avagy varék testőrei, és pont ezért vagyunk itt most mi is. A Városház téren, a Fő utcán, a Bartók Béla téren, az Országzászló téren, a Hotel Magyar Király előtti téren és a Zicsi Ligetben is találkozhatunk érdekességekkel. Mi készül? Hát egy kard. Egy csodaszép kard, már mindkét oldalán fel fogom díszíteni. A lányok is hordanak kard? Igen. Kinek nem jutott még? A kavalkádban szerepet kap még lovagi torna, de idén sem marad el a jósok és a boszorkányok sikátora. Már most nagyon sokan, péntek délelőtt már nagyon sokan voltak itt nálunk a boszi sikátorban. Ez egy szerelmi jóslás, amit én csinálok, magyar kártyából. Nem azt mondom, hogy részletekbe menő, és inkább azt mondom, hogy ez egy játék. Középkori zenét játszó muzsikusok, gólyalábas komédiások és zászlóforgatók járják a belvárost három napon át. Kitelepültünk három napra, a honfoglaláskori életmódot mutatjuk be, bent kiállítás látható, mai napon avattuk fel a hun üstöt, abban étel készül, illetve íjáztatás. Érdemes kilátogatni a belvárosba, az élmény magával ragadó és bárki számára különleges. Igazi időutazásban lehet része az érdeklődőknek.